Vonzóvá tennék Szent Lőrincet, lakossági fórumot tartott a Fidesz-KDNP polgármesteri jelöltje. Szocialista csontváz a szekrényből, a buszpályaudvarait kell visszavásárolni a Pécsnek. Egészséges ételek sütemény díszítő verseny, menő menza program Pécsett. Együtt gyermekeinkért, jótékony célú futóverseny Királyegyházán. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon televízió híradóját látják. Munkahelyteremtés, úszoda és fürdőberuházása, geotermikus energia felhasználása, többek között ezekkel tenné vonzóvá Szent Lőrincet a Fidesz-KDNP jelöltje. Csendes István négy csütörtök délután tartott lakossági fórumot a településen, ahol a polgármester jelölt mellett az agrárminiszterrel is találkozhattak a település lakói. Csendes Istvánné a Fidesz-KDNP szentlőrinci polgármester jelöltje. Az agrárminiszter érkezett a Baranyai városba csütörtök délután, hogy támogassa a jelöltet. Új munkahelyeket szeretnénk teremteni, építeni szeretnénk, szépíteni szeretnénk a várost, az óvodának az újítás felújítását befejezni, új játszótereket kialakítani, az úszodást programunkat végre befejezni, és majd esetleg a későbbiekben egy stranddal bővíteni. Úgyhogy vannak terveink, és hát nagyon-nagyon örülnénk neki, hogyha a szentlőrinciek is így látnák, hogy benne meglátnák annak a lehetőségét, hogy ezek a változások el fognak jönni majd a városunkba. Ezt mondja a programjáról a Fidesz-KDNP jelöltje. A mezőgazdaság az a terület, amiben hagyományosan erős a település. Itt fejlesztenének, teremtenének új munkahelyeket, ebben segíthet az agrártárca. Például a geotermikus energia felhasználásával, ami adott Szentlőrincen. Kertészeteket létesítenének. Több milliárdot fordítottunk arra, hogy megnőjenek ezek üvegházfelületek. Országos szinten több mint 150 hektárnyi üvegházfelület épül most ezekből a pályázatokból. Szentlőrincen is lehetett volna. Le kell ülni a gazdákkal, föl kell nekik kínálni ezt a lehetőséget, hiszen ha itt van a termálvíz, a termálenergia, egy olyan lehetőség, olyan adottság, amelyel már a legnagyobb költsége a beruházásnak készen van, hiszen ez egy adottság. A terület országgyűlési képviselője pedig a város megközelíthetőségét, a nemzetközi piacra jutását segítheti a településnek. Talán a legfontosabb, amit mindjárt várunk Baranya megyében, hogy az M60-as autóútnak az építése is minél hamarabb elkezdődjön. Ugye itt már a nyomvonal megvan, a megvalósíthatósági tanulmány elkészült, és már rendelkezünk környezetvédelmi engedéllyel, és azt gondolom, hogy a város polgármestere, illetve polgármester jelöltje sokat fog tudni abban segíteni, hogy az országgyűlési képviselő a Somogy megyeiekkel együtt el tudja érni ezt, hogy minél hamarabb elkezdődjön az útnak a tervezése, és utána pedig a kivitelezése. Lakossági fórumot is tartottak csütörtök este a miniszter részvételével. Itt mutatkozott be a polgármester jelölt és a Fidesz-KDNP képviselő jelöltje is. Aggódnak Kozár Mislény pénzügyi helyzete miatt a Porta Pannonia Egyesület tagjai, jelentették be pénteki sajtótájékoztatójukon. A jelenleg még regnáló képviselők, de az egyesület jelölésével októberben elinduló politikusok kifogásolták, hogy a sajtó kizárásával tartanak testületi ülést a mostani városi vezetői. Ráadásul a hétre meghirdetett közmeghallgatás elmaradt, illetve a jövő hétre kitűzött közgyűlés megtartása is kérdéses. Így a képviselők szerint nem kaphatnak valós képet a városban lakók a település valós pénzügyi helyzetéről, ami jelenleg aggodalomra ad okot. Erre vonatkozólag a minap egy független képviselő és polgármester jelölt a Facebook oldalán felelhető adatokat is szolgáltatott, amely megint csak gondokat jelenthet, megint csak borúsát festeti az arcunkat. Ahhoz, hogy a választópolgárok és Kozár Mislen lakossága objektív képet kaphasson a tényleges helyzetről, az egyik legjobb és legexaktabb lehetőség az az, hogyha a testületi üléseken tradicionálisan részt vesz a helyi televízió, és ezáltal információt kaphatnak a lakosok, és tájékozódhatnak a valós helyzetről.
A 2008-as válság óta folyamatosan nő a villamos energia igény Magyarországon, emellett az Európai Erőműpark öregedése is indokolja Paks 2 megépítését, mondta az erőmű tervezéséért, kivitelezéséért és üzembehelyezéséért felelős tárca nélküli miniszter csütörtökön Dombóváron. Süli János hozzátette, a Paks 2 projekt 4 megye számára nyújt fejlesztési lehetőséget. A térségben lakásokat kell bővíteni, iskolákat, óvodákat építeni, közműveket kell fejleszteni ahhoz, hogy összesen több ezer dolgozót ideiglenesen elhelyezzenek. Ehhez az önkormányzatok kapnak majd forrásokat, fűzte hozzá. A kormányzat látja, hogy a Dél-Dunántúli régió leszakadó térség nem tudjuk itt tartani a fiatalokat, ezért Tolna, Somogy, Baranyai, Zala megyét kiemelten kell támogatni, fogalmazott a miniszter. Még 10 év után is a szocialista városvezetés idejéből származó botrány rövidíti meg a városi kasszát Pécsett. Az emlékezetes buszeladás ügy utórengése, hogy az 1 forintért eladott és 2,5 milliárdért visszabérelt pécsi járműflotta törvénytelen ügylete miatt kell fizetnie az önkormányzatnak. Ugyanis az elmaradt áfa miatt az adóhatóság zálogot tett a buszokra és a buszpályaudvarokra. A felszámolás alatt álló PKZRT tulajdonában lévő pályaudvarokra most tudja visszavásárolni Pécs. Elzálogosítva 150 milliós csontváz a szocialista városvezetés szekrényéből. Ezeket a feliratokat rakták ki az uránvárosi buszpályaudvaron pénteken. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy még 10 évvel a szocialisták vitézlése után még mindig csontváz dől ki a szekrényből. A tegnapi közgyűlésen szembesültünk azzal, mi pécsi polgárok, hogy a mögöttünk lévő pályaudvar és még 2, a Kertváros és a Budai állomás pályaudvara el lett zálogosítva. Annak a buszügyletnek a nyomán, amikor ugye mindannyian emlékszünk, hogy lassan 10 éve a Tóth Bertalan vezette szocialista városvezetés eladta a buszokat fillérekért, majd visszabérelte 2,5 milliárdért. Azonban az áfát nem fizették meg, ezért az adóhatóság lefoglalta és zálogba vette a pécsi buszflottát és a pályaudvarokat, hogy a kiszabott 1,7 milliárdos elmaradt adót és büntetést behajtsák. Közben a bíróság az üzletet semmissé nyilvánította, a korábbi buszos cég vezetőjét elítélte. Azonban a buszpályaudvarok a pécsi közlekedési vállalat tulajdonában maradtak, aminek a felszámolása még tart. Most jutottunk el odáig, hogy a buszpályaudvarainkat mind a kertvárosi, uránvárosi, keleti vissza kell és vissza tudjuk vásárolni. Ez azt jelenti, hogy újra közösségi, városi tulajdonban fognak kezelni a pályaudvarok, újra mi leszünk a gazdái, újra a pécsiek lesznek gazdái a saját pályaudvaraiknak, ami a 2009-es jogügylet után kikerült a tulajdonunkból, és éveken keresztül érelhettünk vissza. A felszámoló cég felhívására tett a buszpályaudvarokra ajánlatot a város. Erről döntöttek a közgyűlés ülésén csütörtökön. 135 millióért hirdették meg a buszpályaudvarokat, de mivel a helyi adóval is tartozik a PKZRT a városnak, ezért 76,8 millió forintért kaphatta meg a város ezeket az ingatlanokat. Helyben hagyta a pécsi ítélőtáblának a két férfinak a büntetését, akik 2015 márciusában olyan súlyosan bántalmazták a nőt, akivel együtt italoztak, hogy ő belehalt a sérüléseibe. A megállapított tényállás szerint a két vádlott együtt italozott a sértettel annak lakásán. Összevitatkoztak a nővel, és mindkét férfi elkezdte őt bántalmazni. Ezt követően a vádlottak a sértettet a lakásban hagyták, aki életét vesztette. A nő holttestét két nappal később a szomszédai jelzésére érkező rendőrök találták meg. Az első rendő vádlottat társtettesként különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntette miatt, mint visszaesőt 18 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra, míg a másodrendű vádlottat társtettesként különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntette miatt, mint visszaesőt 19 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélték. Egészséges ebéddel készültek és süteménydíszítő versenyt rendeztek a gyerekeknek a pécsi Szibert Róbert általános iskolában. A program a menőmenza pályázat záró eseménye volt. Cél, hogy minél fiatalabb korban megismerkedjenek a tanulók az egészséges ételekkel.
Az egészségről szólt egy nap a pécsi Siebert Róbert általános iskolában. Az intézmény már másfél éve szervez ilyen programokat a menümenza pályázat keretein belül. Ezúttal a gyerekek nem csak finom, hanem egészséges ebédet fogyaszthattak a nemrég megújult étkezdében. Volt rajta húsi, meg saláta, meg mindenféle, és nagyon finom volt. Ízlik? Igen. És ez... miért jó, hogyha ilyen ételeket esztek, zöldséget, gyümölcsöt? Mert egészséges. A program részeként muffinokat is díszítettek a tanulók, minden osztály más és más technikával dekorálta a süteményeket, melyet egy háromtagú zsűri értékelt. Az íz mellett a kinézetet és a felhasznált díszítő elemek összhangját is figyelték a bírák. Jobbnál jobb ételeket kóstoltunk. Én úgy gondolom azért nagyon fontos, mert a fiatalok megtanulják azt, hogy milyen jó, egészséges alapanyagokból lehet egy nagyon finom ebédet készíteni, és ezáltal majd, hogyha felnőtté válnak, akkor majd a saját gyermekeiknek is ilyeneket fognak készíteni. Ez szerintem nagyon fontos. Az iskolában egyébként több alkalommal is szerveztek már az egészséges életmódhoz kapcsolódó rendezvényeket. Élménynapot, rajzversenyt és kiállítást is megvalósítottak már a program keretében. A gyerekek igazi örömmel élték meg ezeket, mert a mai gyerekek szeretik az élménybe ágyazott tanulást, az élménybe ágyazott tudásszerzés lehetőségeit, és boldogok voltak, hogy ilyen eseményeken, ilyen programokon vehetnek részt. Miközben az egészségük, az egészséges szemléletmódjuk alakult, változott, fejlődött. A menümenza program záró eseményén az iskola udvarán gyűltek össze a gyerekek, az asztalokon sorakoztak a süteménydíszítő verseny legjobbjainak szánt díjak, de rövid műsorral is készültek az iskola tanulói. Mintegy 150 ezer növénnyel gyarapodhat Pécs és környéke faállománya a közeljövőben. A városban is elindult ugyanis a 10 millió fa nevű országos mozgalom, amely nem kisebb cél tűzött ki, mint hogy annyi csemetét ültessenek az elkövetkező években, ahány ember él az adott településen. A politikamentes környezetvédelmi csoport tagjai eredményes megbeszélést folytattak az önkormányzat és a városüzemeltetésért felelős Biocom Kft. Munkatársaival. Az első csemete már egy pécsi kertben növekszik. Erdős Réka, a Biocom sajtófelelőse közölte, idén egészen pontosan 1316 darab fát ültettett a társaság. Ezek egy részét civil kezdeményezésre telepítették, de osztottak ki növényeket a Lépj, Légy, Pécs jövője pályázat keretében is. Ezen a héten zajlott az Európai Mobilitási Hét elnevezésű esemény, melyhez Pécs is csatlakozott. Az esemény sorozat célja, hogy a városokban felhívják a figyelmet a fenntartható közlekedési alternatívákra, mint a séta, a kerékpározás vagy a közösségi közlekedés. Ennek szellemében pécsi egyetemisták díszítettek fel kívülről egy helyjáratú autóbuszt festményeikkel. Mivel a fiatalok körében népszerű a biciklizés és a közösségi közlekedés kombinációja, így adott volt, hogy egy busz felületén jelenjenek meg a mobilitási hét kampányának fontos üzenetei. Megjelennek rajta a város és az egyetem főbb jellegzetességei, mint az épített környezet, vagy stilizáltan a kultúra sokszínűsége, a szellemi szabadság, a tudomány, és mindezt körbefogja egy színpompás inda, amely felhívja a figyelmet a természeti környezet szépségére, törékenységére. Szennyvízaknába fulladt egy nő a villanykövesdi sertéstelepen, az ügyben most hoztak ítéletet. A sértett 2016. decemberben jelent meg a sertéstelepnél, majd ismeretlen okból átmászhatta a telepet övező kerítésen, és megközelítette az egyik szennyvíz ülepítő aknát. Ráállt az akna tetején található korhat hiányos deszkalapokra, melyek nem bírták el a súlyát, ezért a sértett a szennyvíz ülepítő aknába zuhant, és az abban található folyadékba belefulladt, életét veszte. A másodfokon eljáró pécsi törvényszék csütörtökön a Siklósi János Bíróság elsőfokú ítéletét felülbírálva halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt 6 hónap fogházra ítélte a vádlott telepvezetőt, amelynek végrehajtását egy évi próbaidőre felfüggesztette.
Együtt gyermekeinkért Szent Lőrinc és Királyegyháza önkormányzata, a Királyegyháza felvirágoztatásáért közalapítvány, valamint a Lafarge Cement Magyarország Kft. 5. alkalommal rendezte meg jótékony célú futóversenyét. A felnőtt nevezők jelképes adományaiból befolyt összeget a szervezők Szent Lőrinc és Királyegyháza iskoláinak sporteszköz vásárlására fordítják majd, ezzel is támogatva a gyermekek sport iránti elkötelezettségét. A programmal párhuzamosan tartották a Királyegyházi Cementgyár hagyományos őszi nyílt napját is. Közös bemelegítéssel hangolódnak épp a legrövidebb távra, a 3 kilométeres körre nevezők. A többiek Szent Lőrincről indultak és 4 kilométert futottak a Lafarge cementgyárig, a legbátrabbak pedig 11 kilométert teljesítettek. A versenyen 5 település több intézményének tanulói és pedagógusai is részt vettek. Fontos számukra ez a futás, hiszen akárcsak a korábbi 4 alkalommal, a felnőtt nevezők adományaiból befolyó összegből, ami korábban fél és 1 millió forint között volt, idén is a Szent Lőrinci és a Királyegyházai iskola részére vásárolnak már sportszereket. Szerettük volna, hogy ez ne csak egy átlagos futóversenye legyen, hanem legyen benne kis jótékonyság, és tényleg valahogy vissza tudjunk adni a helyieknek. És így jött az az ötlet, hogy mire van legnagyobb szükségük a helyieknek, a helyi iskoláknak, nyilvánvalóan sportszerekre, mert hogy arra nagyon kevés futja a költségvetésből, és akkor ezt találtuk ki, hogy akkor a nevezési díjakból sportszereket vásárolunk, és ezt karácsony alkalmával, az advent jövetelével mindig átadjuk az iskoláknak. A Királyegyházai Általános Iskolába 116 tanuló jár. Az intézmény közösségének több mint fele részt vett a futóversenyen. Pártoljuk és támogatjuk mindig a közösségi programokat, azon kívül prioritást élvez az iskolánkban természetesen az egészségfejlesztés, úgy mint a fizikai, mint a mentális egészségfejlesztés is, és azzal, hogy így együtt futunk a gyerekekkel, tanárok, diákok, azt gondolom, hogy a példaadás is nagyon-nagyon fontos. Jótékonyság és egészséges életmódra nevelés. Ez a célja az Együtt Gyermekeinkért elnevezésű futóversenynek, melyet Szent Lőrinc és Királyegyháza önkormányzata, a Királyegyháza felvirágoztatásáért közalapítvány, valamint a Lafarge Cement Magyarország Kft. Közösen szervezett. Abban a szerencsében részesülhettem, hogy az első kapavágástól 2005-2006-tól végigkövethettem az építkezés folyamatát, és 2011-es nyitás óta pedig kiemelkedő az együttműködésünk. A cementgyár aktivistái, dolgozói megtesznek mindent azért, hogy a falunak segítsenek, különösen az iskolás gyerekeket tűzték célpontjukba. A futás után a fiatalok bepillantást nyerhettek a 2017-ben aranyfokozatú nívódíjat nyert cementgyár gyártási folyamatába is. Az idei év különlegessége, hogy a gyerekek megtekinthették a 2 milliárd forint értékű környezetvédelmi beruházás keretében egyedülálló, csúszózsalus technológiával épülő 1000 tonnás silót is. Gesztenyefákat permeteznek Pécsen. A Biocom Nonprofit Kft. Szeptember 23-án hétfőn végezteti el a feladattal megbízott vállalkozóval a Kálvária utcában és az Ágoston téren lévő piros virágú vadgesztenyék permetezését. A hétfői permetezés éjjel 10 órától lesz a munkák időtartama, várhatóan 1 óra. A munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogos forgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Néhány héten belül lezárul a hazai takarékszövetkezetek összeolvadása, ezzel pedig az ország egyik legtőkeerősebb 100%-ban magyar bankja jön létre. A Hungária Takarék már most is a régió egyik legmeghatározóbb pénzintézete. A fúzió várható előnyeiről most Dombóváron tájékoztatták a vállalkozókat. A Hungária Takarék óriási változás előtt áll. Az országban most még 11 külön pénzintézetként működő takarékszövetkezet ugyanis hamarosan egy nagy bankká olvad össze. Ezzel kapcsolatban tartottak vállalkozói reggeli Dombóváron. A beszerzések piacán megítélésem szerint jobb árakat tudunk elérni, tehát a dologi költségeket mindenféleképpen tudjuk csökkenteni. Termékfejlesztésünk is hatékonyabb lesz, hiszen központi termékek fognak megjelenni, és nagyon remélem, hogy az az ügyfélkör, aki eddig minket választott, tovább is fog ragaszkodni hozzánk, hiszen a kollégák ugyanazok maradnak, fizikailag ugyanott fogunk maradni.
maradni. A Takarékbank felállásával az ország egyik legtőkeerősebb pénzintézete jön létre, és jelentős fejlesztések várhatóak az elérhető szolgáltatások területén is, ám a Hungária Takarékra jellemző ügyfélközpontú szemlélet a régi marad, mondta Gáspár Csaba, a Takarék ügyvezető igazgatója. Megpróbáljuk megőrizni a Takarék szövetkezetnek azt a bensőséges, közvetlen kötődés sugárzó arculatát, ami igazából megkülönböztetett eddig bennünket, takarékszövetkezeteket a nagy nemzetközi bankhálózatoktól. A vállalkozói reggelin Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Dombovár országgyűlési képviselője is részt vett. Ő azt mondta, hogy a fúzió után a most 80 Tolna és Baranya megyei önkormányzat vagyonát kezelő Hungária Takarék még meghatározóbb erő lehet a helyi gazdaságban. A különböző projektek lebonyolításánál például mindig a vállalkozók és az önkormányzatok mögé jár, úgyhogy a bankra mi ezután is számítunk, és reméljük azt, hogy megerősödve kerül ki majd az átalakulásból. Süli János, a paksi bővítésért felelős miniszter arról beszélt, hogy a beruházás kivitelezésekor, majd az üzemeltetés során is szükség lesz a dombovári vállalkozások termékeire és szolgáltatásaira. Az ehhez szükséges fejlesztéseknél pedig nekik lehet jó pénzintézeti partnerük a Hungária Takarék. Akár dombovári szállítók is beszállhatnak, és csarnoképítés, festőüzem, betonkeverőüzem, belső úthálózat, vízvezetés. Tehát számtalan lehetőség van ebbe a fővonalási épületek, csak amikor itt kialakul egy szerves együttműködés, akkor értelemszerű az mellény tud majd a nagy épület építésén jelenteni. Az országban működő takarékszövetkezetek egyesülése várhatóan idén október végére fejeződik be. Több kifogásra számítanak az önkormányzati választási kampány ideje alatt a Területi Választási Bizottságnál, mint a korábbi Európai Uniós vagy országgyűlési képviselő választásnál. A Területi Választási Iroda vezetője azt mondja, az önkormányzati választás általában sokkal személyesebb, így a kampány is hevesebb tud lenni, mint általában. Mi sokkal többre számítunk, mint amennyi az előző két választásnál volt. Gábor Ferenc, a Területi Választási Iroda vezetője azt mondja, az önkormányzati választás más, mint a többi. A májusi európai parlamenti választás előtt szinte csak központilag folyt a kampány, ezért kevés kifogás érkezett helyben, és a 2018-as országgyűlési választás kampánya alatt sem volt kiemelkedően sok dolguk a választási bizottságok tagjainak a kifogások elbírálásával. Az önkormányzati választási kampány ideje alatt viszont jóval többre számítanak. Sokkal személyesebb a kampány. Ebből kifolyólag sokkal nagyobb a versengés, és ebből kifolyólag azt látjuk, hogy azt gondoljuk, hogy sokkal több kifogás fog érkezni a választási bizottsághoz, mint az előző kettő választásnál, az EP választásnál és az országgyűlési választásnál. Tehát mi arra készülünk, hogy több kifogás lesz. Szeptember 9-éig lehetett jelölteket bejelenteni, attól kezdve lehet mondani, hogy tulajdonképpen élesbe fordult a kampány. Aki törvénysértést tapasztal ennek során, az kifogással élhet, amit a helyi választási bizottságok bírálnak el első körben. Dolguk van bőven. A jelöltek nyilvántartásba vétele megtörtént, a sorrendeket is megállapították. A szekszárdi választási bizottság azóta szinte 2-3 naponta ülésezik, és eddig mindegyik ülés napirendjén szerepelt kifogások elbírálása is volt, hogy csak az. 3 napon belül döntést kell hozzanak, ami ellen persze lehet fellebbezni, azok az ügyek jutnak a megyei szintre, vagyis a Területi Választási Bizottság elé. Nekünk is szűk a határidőnk, 3 nap áll rendelkezésre, hogy a Területi Választási Bizottság hozzon egy döntést, és ez ellen is még lehet egy jogorvoslati fórum, bírósági felülvizsgálat, ez pedig szintén a Területi Választási Bizottság döntés ellen lehet benyújtani, és a PCI-től táblához fogjuk felterjeszteni. A rövid határidők azért vannak, hogy ne húzódhassanak el az ügyek, és ne befolyásolhassák a választás végeredményét, illetve hogy mielőbb értesülhessenek a választópolgárok, a jelöltek, jelölő szervezetek is, hogy a tevékenységük helytálló-e vagy sem. Fellebbezés elmulasztása esetén a döntés kötelező az érintettekre nézve. Ismétlődő törvénysértés esetén pedig a választási bizottságok akár bírságot is kiszabhatnak. Drágul az elektromos autózás, fizetőssé vált az elektromos autók töltése, eltérő azonban, hogy melyik szolgáltatónál mennyi pénzt kérnek az áramtankolásért, és hol marad ingyenes az önkormányzattal közösen üzemeltetett egység. Egyelőre nagy a káosz a szolgáltatók piacán, nehéz kiigazodni az árakon. Szekszárdon 2016 ősze óta működik elektromos töltőállomás a piac mellett. Bátaszéken pedig 2017 óta lehet feltölteni az elektromos autókat.
A Tolnai megyeszékhelyen 2018 nyarán egy újabb töltőállomást adtak át a strand parkolójában, és egyre több helyen, elsősorban bevásárlóközpontok parkolóiban lehet felfedezni elektromos töltőket, szerte a városban és Tolna megye több pontján. Egy nem hivatalos felmérés szerint közel 1000 töltőállomás működik az országban. Egy részüknél ingyen lehet feltölteni az autókat, mert egyes önkormányzatok vagy szolgáltatók átvállalják az e-töltés költségeit. Így van ez Mátaszéken is, ahol az önkormányzat működteti a töltőállomást, és ő is fizeti ki a villanyszámlát, ami havonta 4-5 ezer forintra rúg. Bozsolik Róbert, a várospolgármestere kérdésünkre elmondta, elenyésző ez az összeg, így ők ezt továbbra is fizetni fogják. Nem úgy, mint a többi szolgáltató, amik az idén nyáron jelentették be, hogy fizetőssé teszik az elektromos autók töltését. Eltérő azonban, hogy melyik szolgáltató milyen tarifarendszert dolgozott ki. Van, ahol megkezdett töltésenként egységes az ár, van, ahol a tankolt áram mennyiségétől, van, ahol az eltelt időtől függ a tarifa, de akad, ahol e lehetőségeket tovább vegyítik. Az Elmű Émásznál például augusztus 1-től kilóvat óránként 10 forintról 99 forintra nőtt a tarifa, így megközelítőleg 1300 forintból lehet egy magas kategóriájú elektromos autóval 100 kilométert megtenni. Ugyanez egy benzines autóval 2300 forintra jön ki. Egyes kutaknál fix az összeg, független a felvett energiától és az eltöltött időtől, máshol ezt mérik. Nehéz tehát kiigazodni azon, hogy mennyibe kerül az elektromos autó feltöltése, és mindent egybevetve olcsóbb-e azt működtetni. Ha ugyanis hozzávesszük, hogy milliókkal drágább egy elektromos autó, mint egy benzines, akkor nagy kérdés, hogy a fizetőssé vált töltéssel mennyire éri meg egy elektromos autót megvenni. Még úgy is, hogy akár állami támogatás is igényelhető a vásárlásához. Eközben a környezetvédelmi szempontok is megkérdőjeleződtek egy tanulmány szerint. Egy uniós statisztika szerint Románia után Magyarországon hal meg a legtöbb ember biciklis közúti balesetben. Idén augusztusig 37 kerékpáros baleset történt csak Tolna megyében. Ezek során 15-en súlyosan megsérültek. Az esetek kétharmadánál a biciklisek voltak a vétkesek. Sokan közülük számos szabályt áthágnak a közlekedés során a rendőrség tapasztalata szerint. A legtöbb szabálysértés a gyalogos átkelőhelyeknél történik, ahol a biciklis többsége nem száll le a kerékpárjáról, pedig egy esetleges ütközés akár végzetes is lehet. Le kéne szállni a kerékpárról! Nem száll le a kerékpárjáról, úgy hajt át a zebrán ez a férfi a szekszádi kórház előtti gyalogátkelőhelyen, hiába tiltja ezt a kressz és egy tábla is, és hiába állott egy rendőr. Ez a férfi sem veszi figyelembe a közlekedési szabályt, és fékezés nélkül áthajt a zebrán ugyanitt. Pedig számos baleset éppen emiatt következik be, mondja a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Annak ellenére, hogy védett úton közlekednek, Szekszárdon a kerékpárút nem teljes szakaszában működik, hanem a kerékpárút megszakad, és számos gyalogos átkelőhelynél a kerékpárosoknak a táblajelzésekor le kell szállniuk, át kell tolniuk a gyalogos átkelőhelyen a kerékpárt, majd onnét folytathatják az útjukat tovább a kerékpárjukkal. Rendkívül balesetveszélyes, ha valaki nem tolja a bicikliét a zebrán, hanem áthajt rajta, amennyiben nincs kialakítva bicikliút a gyalogátkelőhely mellett. A minap éppen itt a szekszádi kórház előtti zebránál ütközött össze két biciklis. Az ütközés erejétől mindketten leestek a bicikliükről, és egyikük 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondja, egyre több biciklis baleset történik Tolna megyében. Sokan nem adnak elsőbséget, az is előfordul, hogy nem csak az autósokra, gyalogosokra, hanem egymásra sem figyelnek. Egy fiatal biciklis pedig a piros lámpa ellenére hajtott át a zebrán Szekszárdon, és egy autó elütötte. A kerékpáros súlyosan megsérült. Ebben az évben augusztus 31-éig 37 darab kerékpáros baleset történt, majdben 15-en súlyos sérüléseket szenvedtek, 22-en pedig könnyebben sérültek meg. 24 olyan járművezető volt, olyan kerékpáros, aki a balesetért okolható. Ez azt jelenti, hogy ők szegtek valamilyen szabályt, amelynek következtében a balesetbe következett.
Már csak azért is érdemes következetesen betartani a közlekedési szabályokat, mert a kerékpárosok súlyosabb sérüléseket szenvedhetnek, mint például egy autóban ülő. Az Eurostat felmérése szerint az uniós tagállamok közül Románia után Magyarországon halt meg a legtöbb ember biciklis közúti balesetben 2017-ben. Iradunk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Vonzóvá tennék Szentlőrincet, lakossági fórumot tartott a Fidesz-KDNP polgármesteri jelöltje. Szocialista csontváz a szekrényből, a buszpályaudvarait kell visszavásárolni a Pécsnek. Egészséges ételek sütemény díszítő verseny, menő menza program Pécset. Együtt gyermekeinkért, jótékony célú futóverseny Királyegyházán. Szombaton napközben mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható. A hideg reggelt követően napközben 17 és 22 fok közé melegedhet a levegő. Vasárnap országszerte napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Pár fokkal enyhébb lesz a hajnal, délután pedig 19-24 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!